Perkes Kálmán vezényelt egy győri filharmonikus zenekar adta meg a 9. kantarozgáló alapját. Az idén 50 éves együttes hozta az évek óta megszokott remek színvonalat. Az ország egyik legnagyobb jótékonysági rendezvényének házigazdái Lákóczi Ferenc és a Borbás Marcsit helyettesítő Fehér Gábor voltak. Az eseményt dr. Fekete Dávidi Győr alpolgármestere nyitotta meg. Példaértékű az az együttműködés, ami most már 9. éve megvalósul itt Győr városában. Hiszen a meghatározó civil szervezetek, a győri polgárok, és láthattuk, hogy a győri gazdaság jeles képviselői is fönn vannak ezeken a molinókon, tehát ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy évről évre mindenféle nemes cél érdekében összejöjjenek, jól érezzék magukat, ez egy nagyon fontos kitétel, azt gondolom, és amellett, hogy jól érzik magukat, tudnak tenni közösségekért, tudnak tenni rászorulókért, tudnak tenni olyan győri polgárokért, civilekért, olyan győri rászorulókért, akik valóban megérdemlik a törődést és az odafigyelést. Dr. Fekete Dávid köszöntőiben utalt Győr Európa Kulturális Fővárosa címért folytatott küzdelmére, ahol a legjobb 3 város közé jutott. Tényleg egy fantasztikus versenyen és egy fantasztikus sikeren vagyunk túl. Az, hogy Győr városa a legjobb 3 város közé került az Európa Kulturális Fővárosa versenyben, az azt mutatja és azt bizonyítja, hogy ez a város gazdag kulturális értékekkel rendelkezik, és egy olyan jövőképpel, egy olyan vízióval rendelkezik, amiben a kultúra, a kreatív gazdaság és minden egyéb kapcsolódó ágazat valóban jelentős szerepet játszik majd a következő időszakban. Meglepetésekből nem volt hiány az est során, az Oscar-díjas Mindenki című filmből ismert fővárosi Bakács téri általános iskola kórusa lepte meg a jubiláló filharmonikusokat. Borban az első évjáratunk 2003 volt, és 2006-ban született meg a Pezgőnek a gondolata. Egyesével mutatkoztak be azok a borászatok, akik a legjobb boraikat árverésre bocsátották a jótékonyság jegyében. Tavaly több mint 12 millió, idén pedig 13,6 millió forint gyűlt össze, ami új rekord a kantarosz életében. Az összeget pályázati úton kiválasztott gyerekeket támogató szervezetek és fiatal tehetségek között osztották szét.